Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben is megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk Önöknek mai műsorunkban. Hazai pályán szenvedtek vereséget az Újbudamasztól a Kékcápák. 7 pontot szerzett a rájátszás első 3 meccsén az A Stúdió Futszál Nyíregyháza. Győzelemmel zárta az alapszakaszt és a felsőházban folytatja a nyírbátori férfi kézilabda csapat. 2 pontos idegenbeli sikere után a Szent Pál Akadémiához utazik a nyíregyházi kosársuli. A nyíregyházi Kazinci nyerte a 4. korcsoportos fiú röplabda diák olimpia vármegyei döntőjét. Szoros végjátékot követően hazai pályán szenvedett vereséget a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A Kékcápák az Újbudamaszt csapatát fogadták, és a vendégek 84-78-os győzelemmel távoztak a Continental Arénából. Az új amerikai légióssal érkező fővárosiak ellen a Kékcápák kezdték jobban a mérkőzést, az első negyedet 12 ponttal nyerte a házigazda. A második 10 perc a Masztnak sikerült jobban, de a nagyszünetre 44-38-as nyíregyházi vezetésnél vonultak le a játékosok. Fordulás után utolérte ellenfelét az Újbuda, sőt a harmadik negyed végén már 10 pont volt a vendégek előnye. A Nyíregyháza azonban visszakapaszkodott, az utolsó előtti percben döntetlen volt az állás, de az utolsó 3 kosarat a MAFC szerezte, így 6 pontos vereséget szenvedett Merin Mehmedovic együttese. A új igazolás, amit hozták MAFC most az amerikai Archibaldot, kicsit olyan, mi terveink, ahogy akartunk játszani, mi nem készülünk MAFC ellen, csak utolsó hét. Mi tudunk, hogy MAFC jön, és ez nagyon, nagyon fontos meccs, ugyan, mint Újpest, ugyan, mint Pécs. De tudtunk nagyon jó Archibald nélkül mit fogunk csinálni, és Archibald nem volt, szerintem jöttünk volna. De jött ez olyan halál profi, áliga való játékos, és egy kicsikét bontja szét ezt a mi terveink. Mert ő, tök mindegy, ki ellen játszik, ő játszik saját, és nagyon-nagyon szépen kiszolgálta a centereket, amit mi lezártunk. És valahogy nem tudunk vele mit csinálni. Eredményez, amilyen első felidő vezettünk, egész első felidő mi vezettünk, mi diktáljunk a tempó is csináltunk, és egy kicsikét egy ilyen legmagasabb csapat ligából ellen, kevés volt a Marci és az Izsi. Izsi volt a sérült, saját magától azt mondja, a felelőssége akar játszani, és itt egy kicsikét szezon elején óta egy kicsit szenvedünk. De másfajta videkézzel és a taktikai variációval próbáljunk pótolni ezt a dolog. Sajnos nem mindenki ellen lehet. Mauc ez kimagasztó a legjobb csapat láthatóan, Archibaldot még jobb. És játszottunk egy egál meccs, én mindig akarok nyerni, nekem győzelem ez a legjobb gyógyszer mindenre. De sajnos ennyi volt, akartunk, csináltunk. De ez, amit most játszottunk Mauc ellen, szerintem Vasas ellen nagyon-nagyon-nagyon fontos lesz, hogy így játszunk, és akkor lehet, hogy ott is fogunk nyerni. Takics Andrásnak, a Mauc vezetőedzőjének gratulálunk a győzelemhez. Ugye jobban kezdett a Nyíregyháza, aztán fokozatosan előbb visszajöttetek a meccsbe, aztán fordítottatok is, majd a végén megint meg kellett nyerni a mérkőzést. Mi volt az, ami az elején nem működött, és mi az, amiben utána sikerült felülrölni az ellenfelet? Igen, köszönjük szépen, és gratulálok a csapatnak a győzelemhez. Borzasztóan kezdtük el a meccset, talán mínusz 17 pont is volt a különbség, és onnan kellett visszajönnünk. Fokozatosan jöttünk vissza egyre jobban a meccsbe, azt egy vérekezés váltás hozta meg talán nekünk. Nagyon-nagyon meg kellett küzdenünk minden egyes pontokért, mert szerintem idén még ilyen rossz százalékkal nem dobtuk a kinti dobásokat. Ez a 19-ből 2, ez tőlünk igen szokatlan, tehát ennél mi sokkal jobban dobunk. Ezért bent kellett mindenért megküzdenünk, de a csapat nagyon keményen megküzdött minden egyes labdáért, és védekezésben is sokkal-sokkal keményebbek voltunk, és itt tudtuk a saját ritmusunkat játszani. Nagyon örülök a győzelemnek, mert nagyon-nagyon mélyről jött a csapat vissza, és ez az igazi erejét meg azt mutatja, hogy mekkora potenciál van bennük. Busival a Nyíregyháza csapatkapitányát közhelynek tűnik, de ez tényleg olyan mérkőzés volt, ahol már tényleg megmutatta a csapat, hogy számolni kell vele a bajnokságban, bár ez nyilván nem vigasztal most ebben a pillanatban. Hogy látod, mind múlott ez a mai mérkőzés? Talán az eddig nem várt extra a légió személyében igazoltak, ugye ez a csapat idegen légiós nélkül vezette a bajnokságot, és ide hoztak még egy olyan játékost, aki A csoportban is komoly
erősítésnek számított. Vele sajnos nem tudtuk a végén már tartani a lépést lábon, eldöntötte a meccset, de valóban fájó, és alakulhatott volna szerencsésebben is a végjáték, de az biztos, hogy nagyon jó visszajelzés az elmúlt 2-3 hónapunknak, hogy egy ilyen csapattal így tudtuk tartani a lépést. És most még olyan mérkőzések jönnek, amikkel abszolút lehet győzelmeket szerezni. Mit vársz most a csapattól a folytatásban? Igen, 4 mérkőzésünk jön. Mind a 4 nehéz. 2 nehéz idegenbeli, és 2 olyan hazai, ahol talán mi vagyunk az esélyesebbek, de nem mindenki közvetlen rivális, tehát nem a tabella alján lévő csapatok ellen játszunk. Mindenképpen nyerni szeretnénk még 2-3 meccset. A 6. helyet céloztuk meg. Természetesen, mert az a legjobb már, amit elérhetünk, és akkor a rájátszásban is a 3. helyezett csapatot kaphatnánk. Megpróbáljuk minden 4-et megnyerni természetesen, és reméljük a 6. helyen végzünk. A forduló további eredményei a következők: Fót Jászberény 89-82, BKG Prima Akadémia Salgótarján 79-68, Deac U23 Cegléd 60-79, Óbudai Kaszások Budafok 103-73, MEAFC Pécsi VSK 78-128 és TF Budapest Vasas Akadémia 62-79. A tabella élén a Pécs áll 20 győzelemmel és 2 vereséggel, megelőzve a 18-3-as mérlegű Újbudamafcot. A Nyíregyháza 9 győzelemmel és 13 vereséggel a 7. helyen várja a szombati Vasas elleni vendégjátékát. Nagyszerűen kezdte a felsőházi rájátszást az Ástúdió Futszál Nyíregyháza. Lovas Norbert együttese 2 győzelem mellett 1 döntetlent játszott, és jelenleg a 3. helyen áll a felsőházi tabellán. Összességében nagyon meg vagyunk elégedve a játékosokkal a begyűjtött 7 pont fényében, mert a 9 lett volna a max, de azért nem gyenge csapatok ellen játszottunk, és így ez a megszerzett pontszám, ez egy nagyon stabilnak és jónak mondható. Azt szokták mondani bármely sportágban, hogy a rájátszással gyakorlatilag egy új bajnokság kezdődik. Igaz az erre a rájátszásra is? Igen, ez is így van, hiszen ha nézzük az eredményeket, azért vannak meglepetés eredmények. Mi is okoztunk, a Kecskemét is okozott, a Deac is váratlan győzelmeket, illetve pontszerzéseket, és igen, tehát a rájátszásba közelebb kerülnek egymáshoz a csapatok, hiába nyerte meg a haladás szerintem megint 15-20 ponttal az alapszakaszt, itt csak 2 pontról volt az előnye, és ez lényegében a Kecskemét jó szereplésének, illetve a haladás gyengébb szereplésének köszönhetően el is olvat nekik, mi pedig gyűjtögetjük szorgalmasan a pontokat, és nagyon bízom benne, hogy ez a kitűzött célt el tudjuk érni. Azt is szokták mondani, hogy egy csapatnak ilyenkor kell a legjobb formában lenni, mikor a bajnokság végéhez közelítünk, igaz ez rátok? Ezt majd a 10. meccs után megítélem, hogy hogy alakul, de jó úton vagyunk, én erre azt mondom. A január-február hónapunk az nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Voltak benne kellemetlen pofonok, de szerencsére nem ütöttek ki minket, hanem felálltunk belőle, és így azt tudom mondani, hogy amit elterveztünk a szakmai munkában, a Bercivel, az úgy néz ki, hogy sikerült, és megfelelő erőnléti állapotba hoztuk a játékosokat, és így bírjuk is a meccseket, viszont azért vannak problémáink, de ez erről szól ez a rájátszás. A következő meccs a jelenleg listavezető Kecskemét otthonában lesz, milyen mérkőzésre számítasz? A Kecskemét és a Berettyóújfalu ellen ebben a szezonban még nem szereztünk pontot, és nagyon bízom benne, hogy ez most nem folytatódik, hanem megáll, és egy kiki meccs lesz. Nagyon bízom benne. A utolsó fordulóban játszottunk már velük, ott egy 2-0-ra kaptunk ki, ott a gól szerzéssel akadtak problémáink, nem is kicsi. A két bekapott gól, amit kaptunk, hát ez benne van, ez ilyen egyéni figyelmetlenségekből adódtak, de ott azon a meccsen nem is vártuk azt, hogy mi ott pontot szerezhetünk, mert nem voltunk abban az állapotban. Most remélem, hogy azért máshogy lesz egy picit, tehát végig meccsre tudunk lenni, és a gólok is megjönnek, és akkor egy kiki meccsen talán egy pontot elcsíphetünk. Említetted, hogy remélitek, hogy eléritek a kitűzött célt. Ki lehet most már mondani, hogy ebben a helyzetben megszélozzátok az egyik érmet? Én ezt még nem jelenteném ki még így, mert azért az elején vagyunk.
A felénél már azért kicsit tisztább lesz a kép, de azért a két legerősebb, vagy két erős csapattal most még játszunk, tehát a Berettyóújfalu és a Kecskemét, ez nekünk az első körből a hátra maradt két meccs, és azután viszont majd lehet matekozni, de én ezt nem szeretem. Minden meccsen 10 meccsünk van, 10 döntő meccsünk, és meglátjuk, hogy ez mire lesz elég, ha a ötödik helyre, ha a második helyre másodikra, az elsőre elsőre, és akkor majd meglátjuk, hogy alakul, de nem volt még a csapat ilyen helyzetben, és bízom benne, hogy átértékelik a fiúk, és nem száll el a fejük, és akkor egy jó kis rájátszást tudunk produkálni. Egyébként kell ilyenkor külön motiválni a játékosokat, vagy pedig elég motiváció a jelenlegi helyezés és a szereplés? Motiválni mindig kell őket, hiszen futballistákról beszélünk, tehát az állandó motiváció fenntartása az egyik legfontosabb a szakmámban, illetve a vezetés számára is, mert azért voltak ezzel is problémáink, de most úgy néz ki, hogy mindenki egy hajóban evezi, és ugyanazért a célért küzdünk, és egy irányba is haladunk, ami nagyon fontos, nincsen visszahúzó erő most, hanem mindenki teszi a dolgát, és motiváltan mind az edzéseken, mind a meccseken úgy lép pályára, hogy igenis meg akarja mutatni, hogy a jövőjéről is legyen szerződésük. Itt tartunk most. Jó úton vagyunk, még egyszer annyit tudok mondani, és meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. Győzelemmel zárt az alapszakaszt, és a felsőházban folytatja a bajnokságot a nyírbátori férfi kézilabda csapat. Réki Tamás együttese az NB2 D csoportjának 14. fordulójában hazai pályán 26-23-ra verte a Hajdúnánást. A vendégek már korábban biztosították a helyüket a felsőházban, a Nyírbátornak pedig mindenképpen nyernie kellett ahhoz, hogy biztosan a legjobb négy között végezzen. A mérkőzés első felében ragaszkodtak egymáshoz a csapatok, az első félidő végére viszont 3 gólos előnyt épített fel a házigazda. A második félidő közepére utolérte ellenfelét a Hajdúnánás, aztán megint ellépett Tréki Tamás együttese. Az utolsó percek izgalmasan alakultak, végül 3 góllal nyert a Nyírbátor az alapszakasz utolsó meccsén. Nagyon készültek a fiúk, úgy gondolom, amit megbeszéltünk a mérkőzés előtt, amit gyakoroltunk a héten, az szinte maximálisan betartották. Ugye a Kovács Peti gyakorlatilag azt hiszem egy gólt lőtt, talán aki ebbe az osztályba egy 10 gólos átlaggal rendelkezik. Jó kapus teljesítményünk volt hátul, nagyon feszesek voltunk, sokat ütköztünk, sáncoltunk. Helyzetkihasználásunkban ugyan akadt hiba, de a szíve vitte a csapatot előre, és úgy gondolom, hogy megérdemelten győztünk. Nem volt sok gól, egy picit lassúnak tűnt a játék, talán tudatosan választott a Hajdúnánás, hogy ti ezt a taktikát? Mi nem szerettük volna ennyire lelassítani, megmondom őszintén. Kapkodtunk a második fél, de azért lett volna több lehetőségünk a lerohanásra. Ugye úgy is kezdtük a mérkőzést, hogy gólra gól. Megálltunk, ugye sajnos nem is vagyunk sokan, most voltak különböző elfoglaltságok, munkahelyi elfoglaltságok, betegségek, de nem volt ez tudatos. A Nánás egyébként, én úgy gondolom, ezt a ritmus szokta játszani, ők inkább fizikálisabbak, erősebb játékosokkal rendelkeznek, most mi jöttünk ki jobban. Megvan a minimális cél, a felsőház, lesz egy pici szünet, mi a cél a hátra lévő meccseken? Reményes dolognak éreztem ezt, hogy felsőházba kerüljünk. Én úgy gondolom, hogy sokkal magasabb színvonalú mérkőzéseket láthatnak a kilátogató nézők. A csapat szempontjából is úgy gondolom, hogy fontos ez, főleg a fiataloknak, hogy jó képzett játékosok ellen játszhatunk. Lehet, hogy nem lesz annyi sikerünk esetleg, mint az alsóházba, de viszont lehet felszabadultan kézilabdázni. Nem nyom úgymond agyon bennünket a teher, úgyhogy én nagyon jó mérkőzéseket várok, és bízom a fiúkban, hogy minél több pontot meg tudunk szerezni. Ez gyakorlatilag egy kiki meccs volt, mindenképp nyerni kellett a felsőházhoz. Volt nyomás rajtatok a meccs előtt? Hát először is azt szeretném, hogy az előző héten volt egy váratlan vereségünk, sajnos azt ma a saját magunkat vertük meg, így tudtuk azt, hogy nagy tétje van, nem akartuk a másik két csapat kezébe adni a sorsunkat, ezért egész héten úgy készültünk, hogy mindent megteszünk, harcolni fogunk egymásért, és így úgy gondolom, hogy egy minimális izgulás mindig van, de csapat szinten bíztattuk egymást, és sose engedtük, hogy mélyre süllyedjünk, és így együtt meg tudtuk csinálni, de emellett gratulálni szeretnék a Hajdúnánás csapatának, mert amit szerintem ez alatt az alapszakasz alatt nyújtottak, a rossz kezdés után az, hogy bejutottuk is a felsőházba, ez gratulációt érdemel. Ugye az elmúlt évben kétszer nyertetek bajnokságot, egyszer volt azok bronzérmesek tavaly, emelkedett a színvonal, hogy érzed? Úgy gondolom, hogy minimálisan, igen, folyamatosan.
Ez a rendszerváltozás úgymond, ez nekünk is picit olyan volt, hogy ilyen nem tudtuk hova tenni. Mindenki neki kimeccs volt, mindegyik meccs, és ez szerintem meg is látszott. Szóval nekünk is voltak olyan meccsek, amiket meg kellett volna nyerni, és nem is kellett volna így a végére húzni egy kis izgalmas csattanót úgymond, de igen, erősödött összességében szerintem a színvonal. Vár még rátok 8 mérkőzés nívós ellenfelek ellen. Ugye nem vagytok egy idős csapat, de arról van szó, hogy a fiatalok még több lehetőséget kapnak. Hogy vártok neki ennek a szakasznak? Én úgy gondolom, hogy eddig is tudtuk, hogy a felsőház volt a célunk. Ezt megcsináltuk. Innentől kezdve az a minimális terre várunkról még jobban teljesen leesett, meglement. És járni kell edzésre, csinálni kell, és bizonyítani kell az edzőnek és a csapattársaknak és a vezetőségnek, és akkor biztosan folyamatosan még több lehetőséget fognak kapni. Én úgy gondolom, hogy nagyon jól szállnak be a meccsekbe, és remélem, hogy minél több fiatal fog jönni, és akkor még jobban tudjuk építeni a bátori csapatot a közeljövőben. Az elmúlt években Nyír Bátor az eredmények mellett arról is híres volt, hogy egy nagyon jó közösségbaráti társaság, ugyanígy van most is? Ha nem jobb. Igen, így van. Szóval most is bemegyünk az öltözőbe. Úgy gondolom, hogy jól meg fogjuk ünnepelni ezt a győzelmet, és ezt, hogy felsőházasok vagyunk. És innentől kezdve azt még hozzátenném, hogy lesz 3 hét pihenő, de keményen fogunk edzeni, és minden meccsbe kőkeményen fogunk így beleállni, mint a mai meccsbe. Szóval nem lesz olyan, mint előző héten, kőkeményen. A C csoportból a DVTK, a Salgótarján, a Vác és a Gödöllő került a felsőházba, így a Nyír Bátor velük játszik oda-vissza mérkőzést. A rájátszásban először március 23-án hazai pályán a Vác ellen játszik Tréki Tamás együttese. Két pontos győzelemmel zárt a legutóbbi mérkőzés itt a nyíregyházi kasársuli. Farkasinszky Gyuláni együttese Sziget-Szent Miklóson 70-68-ra verte a BKG Prima 2 csapatát. Úgy gondolták, hogy ennek a mérkőzésnek ők a torony magas esélyesei, ami alapvetően igaznak is kellett volna, hogy legyen, mert ugye a kezdő csapatuk azért az NB1-ában is játszik, és már most nem keveset, tehát 20 perceket, sőt van, aki 30 percet is játszik. De valamilyen szinten úgy nem gondolták azt, hogy mi óriási, hogy ellenfelek lehetünk, és ugye az első negyedet az sikerült azért egy 10 ponttal nyernünk, és ez volt az, ami megalapozta azt, hogy a későbbiekben sikerült az eredményt tartani. Ők pedig nem igazán tudtak annyira közel férkőzni, hogy a mérkőzést is megnyerjék. A vége egy picit szoros lett, 2 ponttal nyertetek, minek köszönhetően? Ami ugye minden mérkőzésen már most ugye gond és probléma, hogy azért a kezdő játékosaink kipontozódnak. Tehát ugye rendre úgy megyünk bele a végjátékba, hogy akár a Dorina, akár a Panna már nincs a pályán. Tehát ugye az, hogy most az Orsival játszunk végjátékot, aki edz másfél hónapja, azért az nem ugyanaz, mint hogy olyan emberrel edzünk, aki azért évek óta itt van, vagy hogy egy junior korút kell fölküldenem a pályára, és ő játsza a végjátékot, mégis a rutin ebben az esetben az számít. És ugye itt elkövettünk olyan apró hibákat, amiket nem kellett volna, olyan eladott labdáink voltak, és olyan kihagyott helyzeteink, ami nem igazán fér bele. Ő pedig jól találta meg azt az egy embert, akit meg kellett játszani, tehát igazából palánk alatt vitt be egy bedobót, aki pozícióban úgy forgatta be a kis emberénket, hogy olyan volt nézni. Tehát itt követtük el igazából a hibákat. Annyi volt a szerencsénk azért, hogy sikerült olyan extra dolgokat is kivédenünk a végjátékban, ami ugye megmaradt ez a 2 pont, és így örülhetünk addak, hogy győztesen jöttünk el a BKG-tól. 2 forduló van még hátra az alapszakaszból. Ha azt nézzük, hogy a célotok 6 között végező volt, akkor gyakorlatilag el is értétek. Amikor az Alegerszegre mentünk, már akkor is az lett volna a cél, hogy mérkőzést nyerjünk, mert akkor csak ezzel már tényleg tét nélkül és minden izgalom nélkül játszhattunk. A Győr ugye, amikor jött, akkor egy kicsit izgultunk, mert ugye Győrnek azért ott vannak az A-ban játszó játékosai, és ez a Győr egy jó csapat, főleg, hogyha mindenki játszik. De szerencsénk volt, a Győr végül is nem hozott le mindenkit, mert neki is voltak utána még 2 mérkőzései. Így azzal a győri mérkőzésen is igazából már bebiztosítottuk azt, hogy a 6 közt fogunk végezni. Tehát tök mindegy, hogy az utolsó mérkőzéseinken mit játszunk. Most azt, hogy most a BKG-t is megnyertük. Én innentől ezzel hova tortát? Mert pont olyan előkelő helyen vagyunk, és azon izgulunk, hogy nem Sopronba kelljen mennünk. Tehát is igazából még mindig van izgulni valunk, főleg az, hogy azért jó lenne, hogyha nem az ország másik végére kellene leutaznunk azért a mérkőzésért.
Innentől kezdve már ott vagyunk, ahova szeretünk volna jutni. Én úgy gondolom, hogy ebben az évben el kellett érni a csapatnak elérte. És innentől kezdve, mikor kivel játszunk, az ugye az majd attól függ, hogy egy kivel sorsolnak össze az elején, tehát hogy melyik csapat hol végez a pirosba, és onnantól kezdve, tehát ilyen csiki-csuki alapján, mikor kimarad majd, és annak megfelelően kell nekünk is a mérkőzéseinkre készülni. Az utánpótlás korú játékosoknak azért most jó lesz az, hogy nem kell egy hétvégén két mérkőzést játszaniuk. Tehát ugye sajnos, de a kadettkorú játékosoknak is már játszaniuk kell, és így meg tudjuk tenni azt, hogy a hétvégén csak kadett mérkőzésünk van. Jövő héten ugyan megyünk a NB1-re, de akkor nincs se kadett, se junior, az azt követő héten pedig juniorjaink vannak, ott viszont nincs amatőr NB1. Tehát most ez jó lesz arra, hogy a játékosok egy kicsit pihenjenek, főleg úgy, hogy a hosszú hétvégét meg is hagytuk mindenkinek, hogy el tudjon menni ki, merre szeretne, hogy végre legyen hogy olyan az a hétvége, amikor nem kell a kosárlabdával foglalkozjuk, mert azért ez is fontos néha. A nyíregyházi Kazinciban rendezték meg a 4. kócsoportos fiú röplabda diák olimpia vármegyei döntőjét. A tornát a hazaiak nyerték, a nyírbátori Bátori István katolikus iskola és az Ibrányi református iskola csapat előtt. Az elmúlt éveket arra szántuk rá, hogy eljussunk erre a szintre. Tavalyi időszak nem volt a legigazán a legjobb betegségek és társai, de idén már úgy fel tudtunk készülni, hogy mind a harmadik korcsoportban, mind pedig a negyedik korcsoportban sikerült elhozni a vármegyei első helyezést, úgyhogy irány az országos selejtező, és szeretnénk nagyot álmodni a fiúkkal, úgyhogy országos döntőig reméljük, hogy eljutunk. Mennyire könnyű vagy nehéz elvenni a srácokat a röplabdára itt az iskolában? Alapvetően, hogyha jó a közeg, akkor saját maguktól is megszeretik. Én mindig ötödikben elkezdem nekik tanítani a röplabdát, és ha kosaras vagy focista, valahogy megszeretik magát a sportot, hogy ugye alapvetően itt az egyéneknek a teljesítménye az, ami nagyon kimagaslik, és jobban kiüt, ha kevesen is vannak a pályán, és egyszerűen megszeretik magát a sportot, a szépségét, a mozdulatokat, és nem igazán kell győzködnöm a gyerekeket, hogy röplabdára csatlakozzanak hozzánk. Mennyire nehéz az, hogy ugye nincs felnőtt férfi röplabda igazán komoly szinten a vármegyében? Egy picit megnehezíti a dolgot, de a mai világnak a szépsége, hogy az interneten a gyerekek tájékozódnak, és nagyon sokan nézik a különböző válogatottaknak a röplabda mérkőzéseit, és van maguk előtt egy cél a gyerekeknek, és ha lehet ilyet mondani, akkor egy-kettőnek azért ki van tűzve célul, hogy akár későbbiekben egy férfi válogatott tagja legyen, vagy még esetleg valami nagyobb csapatban, Debrecenben, vagy és társaiban játszom, tehát nem kizárt. Mennyit tudtok edzeni, mennyit készültök? Alapvetően a testi órák egy része van, ami nekünk rá van számva időnek. Abból mindig a végéből általában a taktikai elemeket, a gyakorlatokat, a ütéseket át szoktuk ismételgetni, hogy legyen valami mozzanat berögződve. Délutánonként pedig ugye az intézmény az engedi nekünk azt, hogy legalább heti két alkalommal tudjunk még a gyerekekkel tömegsport keretén belül akár foglalkozni. Mi népszerű még a röplabdán kívül itt az iskolában, melyik sportág? A kosárlabdát tudnám még kiemelni, hogy van még itt egyesületi is, délutánonként edzést tart a Nyikse. És alapvetően így ennyi, mert vannak tanulóink, akik a spariban fociznak, de így sport egyesület, amelyik ide jönne és edzést tartana, olyan nincs. Max még a röplabdából van a GLB. Ennyi fért a mai sportszeretbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.